Fiatalok és öregek, magyarok és ukránok, kortól, nemzetiségtől, vallási hovatartozástól függetlenül a legrászorultabbak előtt nyitotta meg kapuit idén nyáron a Beregszánszi Szociális Konyha. A szegények és elesettek az amfiteátrum épületében fogyaszthatják el az ételt. Figyelembe kell venni azt, hogy az embereknek a 90%-a az, aki ide jár, az egyszer naponta eszik meleg ételt, tehát amikor ide jön. Úgyhogy nekik nem akadály se az eső, se a hó. Jönnek, tehát nincsenek kevesebben, mint átlag. Polgármesterként nekem nem csak havi egy alkalommal, hanem több alkalommal van lehetőségem arra, hogy beszélgessek azokkal a beregszásziakkal, akik elmondják a saját problémájukat, és kitűztem magamnak egy olyan célt, hogy semmiképpen ne tudja senki azt mondani, hogy éhezik ebben a városban, és úgy gondoltam, hogy amellett, hogy Beregszászban már régen működnek társadalmi szervezetek által működtetett konyhák korlátozott mennyiségben. Úgy gondoltam, hogy a város lakosai független nemzetiségüktől, független vallási hovatartozásoktól kapjanak egy ilyen lehetőséget. És ezzel az ötlettel élve kerestem meg a testvérvárosi településeink vezetőit, és kértem őket egy fél évvel ezelőtt, hogy találják meg annak a lehetőségét, hogy költségvetési pénzünk hiányában segítsenek minket abban, hogy ezt létre tudjuk hozni. Nagyon pozitív reakciót kaptam, és azok a támogatások, amiket a testvértelepülési delegációk az elmúlt időben meghoztak számunkra, és kifizették azokat a számlákat, amiből tudjuk finanszírozni ezt a szociális konyhát, hozzátéve, hogy csak az energiahordozókat, illetve a humán erőforrást finanszírozó költségvetési pénzből az összes felvásárolt áru, azt mind támogatási forrásból tudjuk finanszírozni. Ez nagyon, nagyon fontos azoknak is, akik itt laknak, hogy december végéig már a mai napra le van zárva a teljes finanszírozása, úgyhogy nekünk ezzel következő ügyünk csak karácsonytól kezdődik. Természetesen mindent meg fogok tenni, hogy jövő évben is korlátoktól mentesen tudjon tovább működni ez a szociális konyha. Az a 300 fő, aki most oda látogat, hogyha úgy alakul, hogy nagyon nehéz tél elő nézünk és több jelentkező lesz, akkor fel tudjuk ezt akár 600 főig valamilyen formában emelni a látogatási létszámot, és ezzel is csökkenteni azt az esetleges szociális feszültséget, ami a városban kialakul az általános szegénység, illetve a rászorultság miatt. Néhány napig átalakítási munkálatok miatt az amfiteátrum parkjában vehették át az ételt az emberek. A sűrű eső sem riasztott el őket, ami azt jelzi, hogy nekik valóban szükségük van erre a támogatásra. Nagyon sokat segít azért, drága a gáz. És akik egyedül vannak például, hát ugye nem sokat főznek maguknak. Aztán a pénzünk, én is 37 évet ledolgoztam egy helyen. A pénzem az berkasszába, és nem adnak belőle még 10 kopékát se. Na és akkor mit mondjak? És kapok 1170 grimnya nyugdíjat. Ami 13.000 forintnak felel meg, ez nagyon kevés, ha figyelembe vesszük azt, hogy Kárpátalján az élelmiszerárak alig maradnak el a magyarországiaktól. Nem csoda, hogy a kis jövedelműek sorban állnak a különböző támogatásokért. A Jackanics család naponta 5 kilométert tesznek tolókocsival minden nap az ebédért. Az édesanya születése óta mozgássérült, az édesapa jelenleg Gyesen van. Másfél éves kisfiúkat nincs kire hagyni, ő az anyukája ölében teszi meg a távot, a konyháig és vissza. Összesen 22.000 forintnak megfelelő jövedelmük van. Élünk Beregszászban, egy kis házba, van benne két szoba, konyha, fürdőszoba, és hogy mennyiből tudunk megélni, hát ez van 1000 grivnya nyugdíj, és van 860 grivnya gyerekpénz. Tehát a 860 grivnya, azt úgy kell számolni, hogy 200 grivnya havonta tejre, meg 250 grivnya pelenkára. Ez a konyha sokat segít. Nem régen találták fel, de már sokat segített. Ez ebédre elég csak. Vacsorát, reggelit kell főzni, meg a gyereknek külön persze kell főzni.
A beregszászi szociális konyha jelenleg 300 rászorulót lát el, általában meleg egytál étellel és kenyérrel. A konyha kapacitása ennek duplája. A téli időszakban akár 600 fő ellátására alkalmas. Az ehhez szükséges támogatást beregszász magyarországi testvértelepülései és a helyi történelmi egyházak az év végéig biztosították. Én azt látom, hogy ha valami olyan célt próbálunk meg kielégíteni vagy szolgálni, ami tényleg igazán fontos és mindenki számára, magyarországi egyszerűbb és cégek és egyéb emberek számára fontos, akkor ez nem merül ki. Tehát úgy látom, hogy és látjuk, hogy hosszú távon, éveken keresztül fog szükség lenni a szeretett szolgált segítségére, és megvannak a folyamatos támogatóink. Tehát bizakodok abban, hogy nem fog kimerülni, hanem folyamatos lesz ez a támogatás, és de nem is hanem heti rendszerességgel itt vagyunk és igyekszünk segíteni felszerelésben, alapanyagokban. A beregszászi szociális konyha még rászoruló 100 mozgáskorlátozottnak is tudna meleg ételt biztosítani, de nincs, aki házhoz vinné nekik az ételt, ezért a konyha várja a segítőkész önkéntesek jelentkezését. Esküszöm, hogy a várat pogány kézre jutni nem engedem. Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom. Dobó István vitézekhez intézett szavaival vette kezdetét a második alkalommal megrendezett dobónap az ungvári Császlócon. A szervezők célja az Ungvidék híres szülöttjének, a 16. században élt Dobó István emlékének felelevenítése. Úgy döntöttünk, hogy minden egyes történelmi vármegyébe olyan személyiségről nevezünk el egy napot, és olyan személyiségnek szentelünk egy rendezvényt, akik abban a vármegyében jelentősen, tevékenyen jelen voltak a történelemben. És így Ung megyében dobónapra került sor, mivel Dobó István birtokain vagyunk, és így Dobó népe az Ung népe. A Dobó örökségére építve a szervezők több települést összefogó, mint egy nemzetközi szintre emelkedő rendezvényházigazdája. Lehettek. Az ünnepségre az anyaországból, Felvidékről és a Vajdaságból, valamint Kárpátalja más vidékeiről is érkeztek vendégek, ezzel igazolván a Kárpátalján élő nemzetiségek összetartását, békés egymás mellett élését. Jelese pitremujúce, tak jak pitremujemo sinskou holovu i hromadu časlivci, vsich ichni počinjanja, to, što tu duže цікава і дуже жива громада, яка своїми силами за рахунок грантів, за рахунок коштів Європейського співтовариства відбудовує, бачимо тут зараз клуб, але треба бачити їхній садок, треба бачити спортзал, який вони побудували. І війна не війна, скрутний час, не скрутний час, люди мають збиратися, люди мають цінуватися, і слава Богу, це вже традиційно приїжджають серби, традиційно приїжджають угорці, румуни, вони їздять в Угорщину, в Румунію, молодці вони, дай їм Боже допомоги, і до них вже підтягуються і наші воловецькі села, тут ви бачили і нашого три сільські ради, які тут є з Волівця. Так що, слава Богу, дай Боже, щоб ця традиція продовжилася, дай Боже, щоб люди спілкувалися, дай Боже, щоб вони розвивалися і допомагали один одному. Закарпатський український народ і закарпатський народ завжди був трудолюбивий, мирний. І всі, які б труднощі не виникали у нас на нашій дорозі, я думаю, що ми пережиємо, в нас буде все нормально. Дай Боже нам мирного неба. У нас є також намагання, але в даний час трошки складна ситуація в державі. Ми думали провести спільний українсько-угорський фестиваль на Верецькому перевалі. Boldog vagyok, hogy mai nap is eljöttem, és azt hiszem, hogy van reális alapja, hogy a dobónap kiteljesedjen és nagyobb méretűvé váljon. Az ünnepélyes megnyitót követően a színpadon kárpátaljai és külföldi hagyományőrző és népművészeti csoportok előadásai szórakoztatták a jelenlévőket. A színpad melletti sátrakban arcfestők, kézművesek, fafaragók várták az érdeklődőket. A legkisebbeket ugrálóvár, trambulin, körhinta szórakoztatta.
A kulináris érvezetek kedvezőit magyaros ízek és finom borok várták a sátrakban. A jó gulyás titkát nem is kérdezem, mert úgyse fogja elárulni. Elárulok én mindent, mondjuk a jó gulyásnak is. A jó gulyásnak a titka az, hogy minél több hús és többféle hús. A színes programokat tartalmazó rendezvény a Császlóci közösség összefogásával jött létre. Ez egy összeverbulálódott, én 9 éve vagyok polgármester, de én azt mondanám, hogy olyan 20 éve együttműködünk, mivel alapszervezeti elnök is vagyok, és mi már onnantól kezdtük ezt az együttműködést. Nagyon jó a csapat, nagyon tudjuk, hogy ki mit akar, és mindenki egy célt követ. Az Egri vár védőjére emlékezve, a dobókultusz megőrzésével a szervezők üzenete a kárpátaljai magyarság számára erejének, szellemiségének és egységének megtartása. Anita 5 gyermeket nevel, a havi jövedelmükből, ami 25 ezer forintnak megfelelő hrivnya, a rezsire is szükösen jut. Ráadásul a hideg beköszöntével a gyermekeknek téli ruhára is szükségük lenne. Bármilyen segítséget elfogadunk, mert 5 gyereket nevelünk, és tüzelőre szükségünk van. Cipő, lábberire, ruhára, bármit elfogadunk. A kárpátaljaiak megsegítésére ezúttal Csepel önkormányzata meleg ruhákból összeállított segélyszállítmányt hozott a két település Csongapapi és Beregsom szegény sorsú lakói számára. Másfél tonna ruha adományt hoztunk ide, ezt Csepelen ajánlották föl egy vállalkozó, és úgy gondoltuk, hogy itt lesz a legjobb helyen. Ezek leginkább gyermekruhák, vannak közöttük kisebb számban felnőtt ruhák is, és azt hiszem, hogy itt télen nagy segítség lesz az itt élőknek. Kárpátalján a háború okozta gazdasági válság miatt az elmúlt egy év alatt a rászorulók száma megduplázódott. Sokan egyházaktól vagy segélyszervezetektől kérnek segítséget. Amikor hozzánk fordulnak a faluban az emberek, szembesülnünk kell azzal, hogy az anyagi tartalékaik a végét járják teljesen. Az a nyugdíj, amit kapnak, nem fedezi sem az orvosságukat, sem az étkeztetésükre nem elég, sem a téli tüzelőre. A rászorulók száma egyre növekszik községünkben, mivel a megélhetés egy kicsit a fizetések aránya az árakhoz viszonyítva az igen magas, és ezért úgy gondoljuk, hogy egyre több rászoruló van községünkben. A magyarországi segélyszervezetek és önkormányzatok már tavaly óta folyamatosan támogatják a kárpátaljai magyarokat. Az anyaországban mind a kormány, mind a parlament, mind pedig az önkormányzatok és az emberek is átérzik azt a nagyon nagy terhet, ami Kárpátalját nyomja. Itt elsősorban nyilván a háború okozta, a legnagyobb sebről lehet beszélni, de természetesen ennek vannak ilyen mindennapi következményei, amiről is beszámolt. Gyakorlatilag a mindennapok nehezültek meg avval, hogy a pénzük egyharmadát éri, avval, hogy gyakorlatilag nincsen munka, avval, hogy azok, akik eltartják a településeket, a férfiak 70-80%-a hiányzik a településekről. És én azt láttam legfontosabbnak, természetesen a kormány és a parlament által megszavazott pénzügyi támogatáson túl, hogy megmozdultak az önkormányzatok, és megmozdultak a településeken élő emberek. Nálunk Csepelen ez történt. A kerületi önkormányzat 10 millió forinttal támogat 3 települést, Beregsomot, Csonkapapit és a Beregszászi 6-os iskolát, de ez mellett még a gyerekek is gyűjtöttek, 6 iskola gyűjtött, 240 ezer forintot gyűjtöttek össze csak a gyerekek. A csepeli önkormányzat a jövőben is folytatni szeretné a segítségnyújtást, ezért Csonkapapi és Beregsom szegény sorsú gyermekei számára egy hetes magyarországi nyári táborozást ajánlott fel. To je najlepší pohľad na dedinu. Vidno ten systém dún, ktoré vlastne tu ovplyvnilo to, že kde vlastne osídňovali.
Archeologička Rozália Kuštárová, odborná vedúca 34. interdisciplinárneho etnografického výskumného tábora Výskumného ústavu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vysvetľuje účastníkom rozprávkovú minulosť svojej milovanej Dunajom opradenej slovenskej rodnej dedinky. Stopy po staršom osídlení máme z okolia. Napríklad popri Dunaji máme stopy prvých osídlencov vôbec, akože poľnohospodárov z Karpatskej kotliny, čiže sídliska tak približne takých 7000 rokov staré. A legenda dediny ako Eťház, nejaká etymológia hovorí aj o tom, že bol jeden dom pri Dunaji. Takže keď ako archeológa mňa sa na to pýtate, tak ja by som ukázala aspoň 3 miesta popri Dunaji, kde ten jeden dom mohol byť. Aj my sa teda pridáme k vedcom zo Slovenska, Srbska a Maďarska. Odprevadíme ich k informátorom, aby sme spolu vytvorili mozaiku slovenskej minulosti a prítomnosti tejto osady. Dunajťházu, ktorá leží v Báško-Kiškunskej župe a pokladá sa za perlu na brehu mohutnej rieky Dunaja. Dobrý deň. Dobrý deň, Mata. Oni píšu. Pravda. A keď bolo teplo a niesli ste tie husy alebo kačice vypitvané, nepokazilo sa to? Keď bolo teplo v noci, čo ste robili, aby sa nepokazili? Aha, my sme to tak popakovali. Koľko ste ich niesli naraz? Koľko sme uvládali? No koľko ste? Tri na batoch. To boli také 5-6 kilo viena. A do jeho dobozu len 40 vajcia mohol položiť, lebo ak viac boli, tedy ich popichali. A zeleninu ste nosili na trh? Fazulu, hrách, bôb? Takvo nie. Nič? V tom neboli peniaze. Tak. Tu len takvo, s takým sa mohol foglalkozovať, kterom peniaze boli. Eťház nie je veľká dedina? Je tu veľa aj starých ľudí, ale je tu aj veľa malých detí, aj mladých ľudí, ktorí chodia do škôlky, kde sa učia aj po slovensky, aj v škole sa učia po slovensky. Ale to je slovenčina, ktorú už ani v rodine nepoužívajú. A so starými ľuďmi sme veľmi radi, aj so staršími, že sa môžeme porozprávať, pozhovárať sa po slovensky. A je to vzácne svedectvo, ktoré tu počujeme. Odo mňa už nie je to staršia v dedine, čo by vedela tak slovensky ako ja. Na ja som jena sama. Toto vám nemôž takto friško všetko ponešilovať. 90 rokov, ak je tá pastava cimia. My 10 solárame slovensky. Ja som tak bola naučená, že eno druhýho sa na čím opečeľovať. Lodníctvo už od predvojnového obdobia bolo veľmi zaujímavým zamestnaním pre Eťházanov. Zaujímavé je, že nie len muži, ale aj ženy pracovali na lodiach. Muži sa venovali takým ťažším prácam alebo odborným profesiám, ako kormidelníci, alebo manipulovali s tovarom. A ženy varili, prali a boli nápomocné chlapom. Na Dunaji prali. Na Dunaji prali. Tam prali na Dunaji. Aj všetko mali práce, stolce, všetko mali tam. A tam na Dunaji prali, aj sa okúpali. Je to zaujímavá dedina. Aj z hľadiska lokalizácie vedľa Dunaja, aj z hľadiska toho, že je medzi dvoma mestami, Dunafeldvár a Dunajvároš. Je to také prostredie čiastočne prímeské a čiastočne vidiecké. Po druhej svetovej vojne, keď sa začali stavať fabriky v Dunajvároši, aj v Dunafeldvári, tak veľa ľudí z dediny odišlo do práce, aj sa odsťahovalo. Tak to sú také zaujímavé kontexty tejto problematiky.
Jártam tambor, vasműbe, erőműbe, kazángépész. Tak som aj prišiel do nyugdíja. Taký život bol, že keď som tatášu robiť, som bol ipari munkáš a potom doma som zas bol seliak. A keď sme už pili viac vínko troška, granu, ktorý sme, no prišlo to, že slovenské noty. Pásla som ja sa Dunajom baví. Denier jaslí 7 rokov trávy. A na 8 ďatelička jasla. Tam som si ja pavičke napásla. A tie pavy tratia pekno peria. Každá zbiera pre svojho frajera. Našla som tu 3 také veľmi vzácne perly. Jedna bola balada o sestre, ktorá otravila brata. Tuto priamo v Dunajďaze nikto ju nepoznal, len jedna pani, ktorá má už skoro 90 rokov, 89 ročná, si ju pamätala ešte od starých rodičov. Ja som ešte takú verziu nepočula. No a potom ďalšie 2 piesne boli také, tiež také. Jedna taká žartovná, tiež pre mňa teda nová. A asi tak 3 som našla také, ktoré ešte som nepočula. Je tu veľmi silná taký klub dôchodcov, ktorí sa pravidelne každý týždeň stretávajú a spievajú spolu, majú napísané tie piesne a dokonca aj v notách to majú. A ja som bola šokovaná, keď teda prišli prvý večer a začali spievať, jednak teda ako krásne spievali a ako ich bolo veľa a silná mužská zložka je tam. To sú 1734, čo tu je? No, neviem, či to prečítate, ale... Narozené. Boli tu aj významní rektori, učitelia a tiež aj farári. A aj to sme vedeli, že básnici, prekladatelia menom Potracký odtiaľto pochádzajú, lebo učiteľ Jozef Potracký mal tu troch synov. Jeden je prekladateľ, druhý básnik a tretí učiteľ. Ľudovít, Emil a Samuel. Pán starosta podporoval aj duševne tento tábor. Lebo hovoril, že o 2 roky bude mať obec 800 rokov a on plánuje vydať aj nejaký zborník, nejaký pamätník a veľmi by sa tešil, keby sme odovzdali tieto materiály, ktoré tu nájdeme. A tak ja si myslím, že spracujem život učiteľa Potrackého. Pozerám len zatiaľ výskyt priezvisk jednotlivých, alebo akým spôsobom tu ľudia zomierali, alebo koľko je tá početnosť tých umetí a sobášov, ale neviem, že čo z toho vylezili. Tak je tam z minulosti určitá súvislosť s jednou obcou, teda s Pitvarošom, ale je to aj tá súvislosť, že už dlhšie sme spolupracovali aj s kolegami z výskumného ústavu v Bekeskej Čabe. A už dávnejšie teda som počul o tých národopisných táboroch, tak teraz sa vyskytla možnosť, tak som to využila. Tak vlastne s Pitvarošom to znamená, že aj medzi vašimi predkami sú aj presídlenci z Pitvarošu. Áno. Však sa spomínala dolná zem doma. Tak ono to bolo v podstate každodenné, že si to človek nejak tak neuvedomoval, až keď sa tam priamo dostal, tak zistil, že čo to vlastne je.
Évente egyszer biztos, hogy van, ami teljes szlovák istentisztelet, de igyekszünk az istentiszteleteket minden alkalommal, tehát amikor a lelkész bevonul, akkor szlovákul nyitja meg, tehát a régi szlovák liturgia alapján egy énekes megnyitás, amikor mi felállunk, és utána kezdődik maga a magyar istentisztelet. A nagy ünnepeken kezdetben, ez még az előző lelkészünk idején is így volt, a nagy imákat, ugye a mi atyánkot, a hiszek egyet szlovákul mondták el, az utóbbi években pedig már az ige felolvasása is kétnyelvű volt, tehát szlovákul is lehetőség volt, tehát próbáljuk ezzel is erősíteni a szlováksághoz kötődésünket. Teta je narodená v 37. roku, tak je trošku staršia, tak si pamätá ešte, ako bolo aj pred druhou svetovou vojnou. Môj muž je Maďar, ale ten naveky po slovensky začne rohať nôty. Tieto ešte spievajte, naveky, keď sme prišli do divatu tieto kazety, naveky sme slovenské nôty museli tam spievať, lebo on to ľúbi veľmi. Nie len slovenskú. Ženu si vybral, ale aj noty. Ja. To ľúbil. Ja. Každý mu sa opýta, že žena ti je slováčka. Slováčka. Tedy sa veľmi dobre znášaj. A je slováčka. Vám zase rodičia nerozprávali, že neber si Maďara? Nájdi si Slováka. Nie. Nie. To nám ani na rozum neprišlo. Nie. Je už veľmi málo, teda minimálne z tých informátorov, čo som stretla tu na Eťháze, ktorí priamo prežili presídlenie. Odtiaľto sa jednoznačne presídlili do Desvadov, tá na Svád, ako to hovoria oni, tá domáci to nazývajú, okresa Nová Zámky a Komárno, kam patria na Svady. Tak mi bolo jasné, že to lákavé prostredie tej úrodnej zeme a tak ďalej bolo jednoznačné, ale tá vzdialenosť a ten rozptyl toho eťházskeho obyvateľstva bol tak veľký, že tie kontakty neboli, ale teda tak intenzívne. Zaujímavé je, že už keď odišla tá najstaršia generácia, to znamená tých, čo zostali a tých, čo odišli, tak po ich smrti to tak nejako ochablo a naraz sa to prenieslo na ďalšiu generáciu. Rozšírilo sa to aj o športové aktivity, o kultúrne aktivity, čiže nechcem to priamo povedať, že sú intenzívnejšie, ale sú bohatšie a rôznorodejšie. Ja si zoberiem ešte jednu písanku. Dajte od teba, lebo som minul. Každý pracovný deň sa končí zrazom, veď vedci si urobia harmonogram na ďalší deň. Veď hoci počet obyvateľov nedosiahne ani 1500, viac ako 50 ľudí sa hlásilo za pomocníka, za informátora. A stále ešte pribudli aj nové adresy. Kto bol, prosím vás, prvý deň alebo druhý deň u tejto estikaniny? Ja. Eva Kolárová Karová. Vyplnie sa dotazník, čo sa týka používania jazyka, identity, vzťahu Slovákov Maďarom, či pozerajú slovenské vysielania, rozhlas, či počúvajú. Tak vy tu vyučujete slovenský jazyk, keď dobre počujem. Ešte hovoria? Nehovoria, lebo doma nehovoria. Tak je to ťažká úloha, ťažká aj pre učiteľa. Ťažká úloha máme, áno. Ťažkú úlohu, ale máte krásne výsledky. To
veľmi aktívna škola, hoci nie je veľa detí, ale veľmi ste aktívni. Lebo nebudeme mať deti. Podarilo sa nám vyplniť dotazníky skôr so staršou generáciou, takže väčšinou sa pokladajú za Slováka. A ako sme tu práve tu hovorili, že skôr sa pre mňa akože bolo také prekvapujúce, neviem, vy aký názor na to máte, že pokladajú sa za Slováka, ale tá lokálna identita ako keby bola menej výrazná ako v iných osadách. Evanjelická cirkev, napriek tomu, že boli významné osobnosti tu na Eťháze, veľmi a veľmi skoro sa pomaďarčila. Čiže tunajší evanjelický kolektív bol prinútený zanechať si jazyk. Preto jazyk zostal doma a tá cirkev, kde mala citové umocňovať, či aj v piesňach, však tranosciu, napríklad tranosciu už neznamená pre nich žiadny pojem. Narodil som sa v slovenskej rodine, kde sa ešte používala tá dunajská pôvodná slovenčina. Mal som 4 roky a ja som už všetko rozumel, o čo sa debatovalo okolo mňa. No a dospelí samozrejme zhovárali medzi sebou po slovensky, ale s nami, s deťmi len po maďarsky. Mali sme slovenčinu ako hodinu. A veľmi veľa môžem poďakovať tebe, Totovej Váciovej, mojej bývalej učiteľke slovenčiny. Ktorá je teraz predsedničkou slovenskej samosprávy? Teraz je už dôchodku a teraz je už predsednička slovenskej národnostnej samosprávy tu v Dunajťáze. A ty si podpredsedom. A ja som teraz podpredsedom. No ale máš veľmi pestrý život, lebo si učiteľom pôvodne, potom si dlhé roky stál na čele dediny ako starosta, teraz zase učíš v škole, ale čo som pozerala aj vašu webovú stránku, tak Dunajťáze stále sa deje niečo. Vy tu máte toľko festivalov a akcií a detských vecí, že ako sa to dá zvládnuť. Áno, tak musíme všetko komunikovať, lebo o to ide, tak dnešný život znieje sa o to. Čo tu vidíme, oblastný dom, to je všetko autentické, dunajťázske? Áno, povedzme, že všetko je autentické, lebo sme pozbierali od ľuďov. Ukáž mi, lebo ja som tu vnútri ešte nikdy nebola. Teraz sme v pitvore. Moja stará mamika to povedala, že toto je pitvor, zadná komora. Tam je hlavná chyža. Aha, pôjdeme aj tam. Alebo predná izba. Kto ako hovorí? Tu ako hovorili, predná izba. Do chyži. Mamika mi to hovorili, že hoj do chyži. Čo ty plačeš, čo nariekaš, frajerúčka moja? Verni ručník a utri si tvoje cienné očka. Aké víno ste pestovali? Akú vínnu révu? Prvé víno, čo tu bolo, to Oporto. My sme mali, volalo sa ako Mízeš, neviem, či po slovensky, ako sa to povie, Mízeš, a mali sme aj Otelo, to bolo najpozdejšie, to najlepšie víno, to bolo z Kadarky, čo sa aj spolu s Mízešom, to bolo naše najlepšie víno. Tu na Eťháze, to som ešte nepočula, tvarohové rezance sa robia tiež s hroznom. S hroznom. Ako to robíte? Tvarohov je ľaľuške. A ľaľuške, ale hrozno, na čím obariť? Obariť. Tak nemôžna testo. Obariť a potom, keď stečie, na čím podcukroviť tvarohom. Ale to nikde inde nerobia, iba na Eťháze. A neviem. Nevieme, čo veľa nerobia. Tu na Eťházi. A nevieme. Tu veľmi. Pola vás nerobia, tak o to, nie? Nie. A tu veľmi veľa rázy. A gohier dali nám predtým. Hrozno, gohier. Gohier. To ľúbili. Keď som ja mej milej chodie,
Mesiačík zvysoko svetieval, svet, že mi ešte raz, aj tak mi nebude svetievať. Zvykli ste piecť paprikovo koláča? Paprikovo? Ni? U nás ni. Ni? Nepieklo sa nikto? Lebo títo naši predníci, mamovky alebo aj včeladia, na veky piekli za života. Nie, porekovo, nie makovo, ale paprikovo. Aj takvo, paprikovo. Slané paprikové koláča. Takovali, že... Ako zo zelenej papriky? Nie, stučenej, z červenej, stučenej papriky. Takovali, že paprikovníka. Paprikovníka. A každý ho veľmi ľúbil. Alebo bolo kapusníka, orechovníka, aj potom bolo makovníka, aj paprikovníka. No títo naši predníky s plťami dvojšli sem. No. Po Dunaji. A ešte ja sa pamätám, ešte keď som chlapec, bo ešte plte chodili po Dunaji. Ano. A posmievali sme ich odtiaľto v brehu, že plotníci, mrcharobotníci. No a jedna plť, tielko drevo obsahovala, že na 5 domov dosť bolo na vrch Chyžian. Uh-huh. A títo naši predníci boli za to vymudruvaní, lebo svoj dom si čakver postavili z tej plti a na 4 domy ešte predali. Veľmi veľa rýb boli v tomto malom Dunaji predtým. Tak boli rybári na Dunaj, že zabehnem pre niekoľko rýb. Nirybári tádem. A keď chytil za pol vreca, vykotil ich na trávu, vybral 3-4 kusy, čo im na čím bolo prečeliať a druhé naspäť do Dunaja. Na tichom Dunaji, na tichom Dunaji, tam sa kačke perú, tam sa kačke perú. Vezni šuhaj flintu, zastreľ voľakeru, zastreľ voľakeru. Hrčke sme chytili. 2-3 sme tam sa vo vedre. Ja len tedy chodím senka, keď je vnúk doma. Uh-huh. Oni tu býva na Dunajčázi, ale zráca v Máši. A keď má dovolenku, tedy príde senka a tedy príde s ním. A je tu ešte dosť veľa ryby? Je to v Dunaji ryby. A dobré sú? Dobré meso majú? Dobre, to sú dobré ryby. A ešte vôbec chodievajú eťházke deti sa kúpať sem na Dunaj? Alebo... Nie veľmi. Nie. Predtým my sme tu boli na Dunaji, tu sme bývali, celé leto sme tu boli deti. A teraz je to tak, že nevinno deti na Dunaji. Oslička, ktorá je tam, sa narodila pred 2 dňami. Tak aby ste vedeli, že preto sama sa tak separuje od ostatných. A prečo máte také veľké gazdovstvo? To je záľuba môjho otca, ktorý vždy ako najprv ako vedúci družstva dostal chuť do hospodárstva. Ja som hrdá na všetko, čo je tuto v tejto dedine. Aj na svojich rodičov. Aj. Ktorí ťa naučili po slovensky? Áno, hoci tá väzba je taká špeciálna, keďže tú hodnotu slovenčinu práve, na tú hodnotu práve ma upozornil otec, ktorý ani slovo nehovoril po slovensky. On ma upozornil na to od malička, že aká je to hodnota, že tú hodnotu treba si vážiť, tomu treba veľa aj urobiť, aby človek osvojil tie hodnoty. Pričom moja mama prirodzenou bytosťou do mňa vsávala tie hodnoty. Ona nemusela ma presvedčiť, ona bola evidentným príkladom tých hodnot.